És ismét egy kis Fortnite. Elérkeztünk a 170 ezer követőhöz, amihez mindenkinek szívből jöjjön hála. Én alapvetően sosem foglalkozom a számokkal, de néha-néha azért megüt a gondolat, hogy mennyi minden történt csupán 2 év alatt. Rengeteg tervem van a jövőre nézve, sok minden, ami hamarosan kiviteleződik. Remélem, hogy továbbra is minél több szórakoztató kontentet és mókás élményt tudok vinni az életetekbe. Köszönöm az időtök és jó szórakozást a videóhoz. Ha ingyenesen támogatnál, ne felejtsd el vásárláskor az item shop jobb alsó sarkában a Chris Advice Support a Creator kódomat használni. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a támogatást! Aki itt van ebben az épületben is. Hát hogy először rá kéne ráfeszülni? Köszöntelek a béke szigetén. Taktikás edgenye van. Valami inkább követem, mert nem tudom, hogy merre fog menni. Köszöntelek a béke szigetén. Jobb így szerintem, ki tudja benni keresgéltük volna őt. Aki épített itt egyet. Ember száll, gyere elő! Oké, okay, aki errefele is jár. Hol van az ember? Hol van az emberek? Hol van a lövéseket, de nem látom, hogy honnan lőnek. Próbált előni, ugrálás közben. Így kell mindenkire full agróba. Rácsusszanunk. Ó, egy nagy pajzs! Ide a lábadat! Add ide a lábadat! Oké, okay, ez fura volt, az edőszerű sniper. Ember megállt egy helyben. Oké. Okay. Valaki megmozdult, nem? Tilt itt be soha nem lehet, aha. Ó. Oh. Nincs csapdám. De van egy jó kis tervem. Köszöntelek a béke szigetén. Ne! Ez az, valami leesett a loot. Őt pont elkapnom még a levegőbe. Az érdekes volt, az érdekes volt. Tipizünk. Keresgéljük meg az embereket. Hogy tudjátok, hogy néz ki ez a karakter? Mint a szörnyeled a frác. Mint a szörnyeled a frác. Valaki vágja azt a szereplőt? Ez régi mesében volt. Azt hiszem 101 kiskutya, ez volt a címe. És ez a gonosz nő, aki össze-vissza elrabolgatja azokat egy bizonyos típusú kutyákat, és szörnyű volt. Gyerekkoromban egy szörnyű volt. Alig bírtam feldolgozni. Kutyákat raboló idős néni. Erős volt így felnőni. Annyi gondolom elmesélni ezt a sztorit. Hát, mint hogyha ott lennék a sziolomista és a kanapéron feküdjék söntörökkel lelket. Ez a karaktermodell ilyen emlékeket hozott fel, érted? Felszakított régi sebeket. Emlékeztek ti is? A gondol van itt rajtam kívül is más sérült. Semmi baj. Semmi baj. Nem vagy egyedül. Elég, ha tudod, hogy nem vagy egyedül, oké? Okay? Elég, ha tudod, hogy nem vagy egyedül, oké? Okay? Na ez az ember most nagyon nem boldog. Ez az ember kifejezetten
feszülté vált szerintem ezután az egy lövés után. Ez nem volt a legcoolabb. Az biztos. Szörnyen a frász, tesó! Szörnyen a frász! Yes, bro, Lenes. Snipered megvan még? Oké, csak... Láttam az előbb ott volt valami... három darab launchpadünk van. Így végül tényleg megérte azt az egy launchpadet befektetni, hogy ráugorjak az emberekre. Végül is maxon. Az ember az... Nem tud elengedni a hyperloopot. Nem volt képes rá. Azt hittem, hogy trickshot-ol éppen. Ez mit ki volt számítva? Hogy azt gondolod, hogy itt... Ez elég fura volt. Nehezen tudtam nagyon megállapítani, hogy hol van az audióban. Mit képíteni? Ahogy nem sikerült az építés. Jól megjött a kis golyciával. Még több stink. Nagyon jó. Jassz! A komfortzónámhoz képest egy kicsit túl közel jött. Tehát valahogy így fogalmaznék. Komfort zónához kicsit túl közel volt. Az van a két temető. Látlak! Ja nem, azt hittem, hogy látom őt, de mindegy megmozdult, úgyhogy látni nem is látom, de tudom, hogy hol van. Ez a legjobb fa. Pont így terveztem, de valahol tök jó, hogy így jött össze, szóval igazából elégedett vagyok. Teljesen elégedett vagyok. Hol van a Lasti? Mert van még Lasti biztos. Egy másik. Azzal a Lastival megtalálok mindenkit. A Suti. Ha mindegy. Szerintem egy per egy szörnyel a The Frász ez a karakter. Nem biztos, hogy a legjobb tánc ehhez. Oké, ez sem. Mindegy. Hagyjuk is. Keresgéljünk tovább! Szegény! Nem volt túl sok HP-ja. Megértem, hogy miért nem akar kijönni abból a dobozból, de sajnos a kör az kiszedte őt keményen. Ó, itt is menne valami kis balhé, nem? Mit hallottam a lövöldözést? Mindegy, körbenézzünk gyorsan. Ami jó! Elnézést! Ó! Érdekes a dobozod. Tudom, mit csinálhat az ember. Kifejezetten gyanús. Mindenki dobozabba bújkál, én meg össze is pusolok. Az a baj, glitcheket kéne alkalmaznom, de nem akarok.
Köszöntelek a béke szigetén. Új a pingjük. Én nem tudom. Négy HP. Kemény. Szegény ahogy végre úgy döntött, hogy jó, ellenállok! Egyből, bam. És pont 4 HP-val élem túl. Szomorú, bár. Jobb, mint hogyha különböző exploitokkal beugrottam volna a dobozába. Falon keresztül. Neked nem is, az nem is túl biztonságos amúgy, mert ugye van nála csap, de azzal eléggé meg tudsz hivatni. Lézer gyaláb, gyere elő! Erre azt tudom csak mondani, hogy ez közel volt. Én akartam beugrani és lerakni egy padlót neki, ugye? Hogy belehaljon. De nem tudsz oda padlót rakni, ahol a föld alá megy minden, amit építesz, fél pillanat alatt. Ugye ez para volt a picikét. És a HP-m az nem lett több a kill után. Továbbra is para van. Nem, várj, hogy leszniperelhessen engem. Másik játékos meg nem is tudom, hogy hol van. Gömbbel gurul. És ben van a körben amúgy szerintem, úgyhogy nem lehet, hogy valaki lett volna valami heal vagy shield. Jelzünk a csapdákkal. Nem. Tudom, mi volt ezzel az emberrel? Mint tudod, hogy ő se tudja, hogy mi volt. Volt nála egy juice is, ez a lényeg. Másik játékos nem tudom, mi lehet. Itt van, valahol alattam. Én csak a sniperétől félek. Ki tudja, hogy mekkora sniperolós az öreg. Ki tudja, mekkora snipemester. És nagy lenne az impulzusra, ki tudnám ütni. Oké, okay, hát ez nem úgy sült el, mint gondoltam. Oda perdítették neki, jó kis game volt, jó kis game volt, jó kis 17 kill lett szóló. Igazából nem tudom, összegyűjtögettük a kis kutyákat, nem voltak 101-en, csak 17-en, de azért összegyűjtöttük mindent. G to the G, semmi tetszett a game, skacok. Jó volt. Ha élvezted a videót, iratkozz fel, hogy le ne maradj a következőről, és oszd meg másokkal is. Ha nyomnál egy lájkot, nagyon hálás lennék, és sokat segítene. Ha élőben is néznél, minden nap livestreamelek délután 4-től, kivéve csütörtökön. Linkek a leírásban és a kommentek közt. Remélem összefutunk ott is, és köszönöm a figyelmet. Találkozunk legközelebb. Jó ég!